Kertbarátok. 2015. szeptember 9-én szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármán Sibocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunkat támogatja a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma az ősszel gyűjthető gyógynövényekről beszélgetünk dr. Péter Mária egyetemi előadó tanárral. Műsorunk vége felé pedig néhány időszerű tennivalóra hívjuk fel a figyelmet. Ezt kínáljuk mára, ha idejük engedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk. Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Mikrofonunk előtt dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Mivel lassan itt van az ősz, sőt, már a naptári ősz megérkezett, egy kicsit beszéljünk a gyógynövényekről. Ilyenkor milyen gyógynövény gyűjthető, mire figyeljünk, tanárnő? Mivel már ősz megérkezett, ezért virágokat, leveleket már kevés növénynél tudunk gyűjteni, hanem inkább a gyökerek és a termések gyűjthetők. Termések közül legelsőnek megemlítem a galagonyát. A galagonya egy nagyon hasznos gyógynövény, azért, mert akár a virágját, levelét vagy termését hasznosítani tudjuk a gyógyászatban. A galagonya terméseit akkor gyűjtjük, amikor már pirosak, de még rugalmas tapintásúak. Nálunk kétféle galagonya van elterjedve, az egybibés és a kétbibés. Nem szükséges, hogy különbséget csináljunk, mikor gyűjtjük, mind a kettő nagyon hasznos. Ha tavasszal begyűjtöttük a virágot és a leveleket, akkor lehet esetleg mind a három részét egybe tejárnak készíteni. Így ránézésre látjuk, hogy melyik az egybibés és melyik a kétbibés? Formailag másak? Eltérőek? A levelekben van kicsi különbség, hogy mélyebben hasított az egyik, vagy kevésbé hasított a másik. Ellenben ezt nem mindenki veszi észre, mert nincs egy helyen a kettő, hogy összehasonlítsa, hanem a terméséből vesszük észre. Egybibés azt jelenti, hogy egy magban van a termésbe, és kétbibés két magja van. A szárításnál, tehát mikor legyűjtjük őket, akkor előnyös úgy gyűjteni, hogy egy kicsi száracska maradjon rajta, azért, hogy ne sérüljön meg a mag. Szárítani szellős helyen kell, legjobb padláson, még ősszel, szeptemberben vannak olyan meleg napok, hogy jól megszáradnak, és utána pedig tárolni papírzacskóba, és nem műanyag zacskóba, akkor, amikor már annyira száraz lesz, hogy törik. A szárításnál arra kell vigyázni, előfordul az, hogy valaki vagy az esős idő miatt inkább a lerbe teszi száradni, hogy ne égessen meg. Tehát a színe, a piros termés megsötétül szárításkor, de ne legyen sötét, barna vagy fekete, ne égjen meg. El szokták porítani egy kicsit mozsárba,
és akkor lehet teát belőle készíteni. Azért értékes gyógynövény, mert a szív izomnak a működését segíti elő. Tévesen sokan azt mondják, hogy kardiotónikum, nem kardiotónikum, de a szív koszorú erejének a vérellátását segíti elő, és ezáltal a szív izom működésére nagyon jó. Abszolút ártalmatlan szer. A növénynek bármelyik része, tehát virágot, levelet lehet gyűjteni, felhasználni külön őket tejának, egybe is lehet használni, huzamosabb ideig is lehet használni, nem áll fenn a megszokás veszélye, szedatívum hatása is van, tehát nyugtató hatása van, ami szintén az ilyen úgynevezett szívidegességbe szenvedő betegeknek megnyugtató hatású lesz. Tanárnő, kimondottan csak azok fogyasszák, akinek valamilyen panasza van, vagy az egészséges embereknek is javasolhatjuk? Javasolhatjuk az egészséges embereknek, mert ártalmatlan szer. Szokták még társítani mondjuk szúros gyöngyajakkal, vagy más növényel is, vagy váltakozva más gyógynövényeknek a tejájával fogyasszák. Nem alakul ki megszokás, és nem ártalmas, akármennyit iszunk belőle. Az egészséges ember megelőzésként használhatja, mert megelőzheti ezt a betegséget, vagy ha nem előzi meg, de jól érzi magát, ha ezt fogyasztja? Jól érzi magát, inkább ezt a kifejezést használnám, mert megelőzni sajnos nem lehet. Meddig lehet fogyasztani ezt a galagonya termést? Csak egy évig, amíg lesz a friss, vagy hogyha olyan sokat gyűjtöttünk, hogy esetleg van raktáron, akkor az felhasználható tovább is? Felhasználhatjuk, hogyha jól tároltuk. Száraz helyen és papírzacskóba, vagy papírdobozba, hogy ne penészedjen meg. Ha megpenészedett, akkor már nem. A hatóanyag nagyon csökkenhet a huzamosabb szárítás alatt. Maga a hatás a tejafogyasztóknak, az körülbelül napok múlva érvényesül, tehát nem úgy van, hogy megiszom, s már is jól vagyok, és körülbelül a termések, mivel ilyen vastag bőrhám veszi körül, ezért több ideig kell főzni, vagy pedig elporítva kell használni, tehát nem egybe tesszük be a termést. 2-3-szor ihatunk naponta ebből a tejából, jótékony hatása van. A galagonyánál számít az, hogy honnan gyűjtjük? A galagonyánál és minden más gyógynövénynél számít, hogy nem poros út mentén gyűjtjük. Poros út mentén ugye mindenféle, nem csak porral, hanem fertőző baktériumokkal is telítődnek, és vannak olyanok, amiket a gyors mosással nem tudunk eltávolítani. A galagonya főleg erdők szélén, tehát nem nagyon útszélén fordul elő, erdők szélén, de aránylag tiszta helyen találhatók. Zöld a kökén, de igaz is, majd megérik ide-ide híre, de igaz is, majd megérik ide-ide híre, sejle szeretőm, még már most ére, de igaz is. Ilyenkor nagyon sokan vannak, akik a galagonyával együtt csipkebogyót is gyűjtenek. A csipkebogyónak milyen jótékony hatása van? A csipkebogyó az tulajdonképpen a vadrózsának az áltermése. Azért hangsúlyozom ki, hogy áltermés, mert tulajdonképpen a termés az, ami benne található a piros áltermésbe, azok a kicsi magok, a nép azt mondja, hogy mag, de az nem mag, hanem tudjuk, hogy botanikailag termés, azok is hasznosak, tehát mikor gyűjtjük, egybe gyűjtjük a terméssel.
A csipkebogyónál is fontos, mint az előbbinél, hogy ne poros útszélén, mert a csipkebogyó bokor, az a rózsabokor ugye gyakran útszélén is előfordul. Ott nagyon fontos, hogy megmossuk. A másik dolog az, hogy miután megmostuk, akkor hasznos, hogyha felibe vágjuk, és úgy szárítjuk, mivel ugye a belseje tele van kicsi apró aszmagokkal, nehezen szárad. C-vitamin a nagyon gazdag a csipkebogyó, de ez a C-vitamin nagyon hamar lebomlik. Ezért vigyázni kell a feldolgozásánál. Legjobb, mert a leggyorsabb és legeredményesebb szárítást úgy tudjuk elérni, hogyha felibe vágjuk a csipkebogyó terméseket. De az sem mindegy, hogy mivel vágjuk felibe. Fémkéssel, részkéssel nem szabad, mert fémionok hatására a C-vitamin lebomlik. A legelőnyösebb vagy fakéssel, vagy műanyagkéssel, vagy az inoxkésekkel, ugye még esetleg, de inkább ajánlanám a műanyag vagy a fakéssel. Nem nehéz ezekkel a késekkel elvágni, vagy már ilyen nagyon megért bogyót kell szedni? Akkor kell szedni, mielőtt beáll a fagy, mert a korai fagy, az őszi fagyok meglágyítják, akkor már nem szabad szedni. Tehát akkor még ugyanúgy, mint az előbbinél, rugalmas legyen a termése. Ahogy leszedtük, mindjárt fel lehet dolgozni, felibe vágni, akkor nem jelent problémát a vágás, és ki is szokták belőle kaparni ezeket a kicsi aszmag termését. Nem dobjuk el, mert azok is hasznosak gyógyászat szempontjából. Ha kivesszük a belsejéből ezeket az aszmagokat, akkor marad csak az a vékony kicsi piros kutikula, az hamar megszárad. Ezt is szokták lerbe szállítani, gyorsan kell megszárítani, hogy a C-vitamin mennyiség ne csökkenjen belőle. Kiváló C-vitamin forrás, amiért fel lehet használni akár tea formájában, akár gyümölcsíz formájába, vagy szirup formájába. De arra kell vigyázni a feldolgozásnál, hogy a C-vitamin tartalmat ne csökkentsük le. Tanárnő, kétféle csipkebogyót látunk itt a mi vidékünkön. Van, amelyiknek simma a külseje, és van, amelyik ilyen szőrösebb. Mind a kettő használható gyógyászati célból? A szőrös felületűt kerüljük, mert a finom szőrök azok a feldolgozás folyamán benne maradnak a tejába, szirupba vagy egyéb élelmiszerbe, és ezért ezek kellemetlen érzést okoznak, illetve könnyen az aszmásoknak kiválhat ilyen aszmás rohamokat. A feldolgozott csipkebogyó, például amit dzsemnek dolgozunk fel, vagy szirupnak, annak is van annyi hatóanyaga, mint mondjuk, hogyha teaként használjuk? Hogyha a főzés, a dzsemnek a főzése nem túl magas hőmérsékleten történik, és nem sokáig főzzük, akkor megmarad a C-vitamin tartalma. Minden esetre a tejába ugye egy csipetnyit teszünk egy csészére körülbelül, az nagyobb mennyiség, mint a lekvárból. A lekvárból esetleg a kenyére kenünk egy vékony réteget, tehát a lekvárban levő C-vitamin mennyiség úgyse pótolja a szervezetnek a C-vitamin szükségletét, de a teja igen. Ezt a teját hányszor fogyaszthatjuk naponta? Naponta többször télen, például amikor C-vitamin szükségünk van, használhatjuk, akkor, amikor csak a külső áltermésnek a piros héját használjuk fel, ha pedig, mint említettem, hogy a belső terméseket, aszmagokat kivesszük, azt is lehet használni, azoknak kiváló diuretikus, tehát vizelethajtó hatásuk van. Azokat nem ajánlanám állandóan használni, mert kellemetlenséget okoz a diuretikus hatás sokszor. Nem kívánt hatás a diuretikus hatás. Tanárnő, mindegy, hogy forrázzuk vagy főzzük a csipkebogyót? A csipkebogyót általában forrázni szokták. Hirtelen forrázzuk, mert akkor a hirtelen forró anyagtól nem tud úgy elbomlani, mint hogyha oda tesszük főzni, és ott felejtjük esetleg percekig, addig szépen lebomlik a C-vitamin, és a végén jegészük meg. Tehát inkább forrázzuk. Gondolom, hogy ez érvényes más gyógynövényre is. Más olyan gyógynövényekre, amelyekben a hatóanyag bomlékony, vagy pedig azokra a gyógynövényekre, ahol szükséges a főzés, mert nem tud kivonódni a hatóanyag
A csipkebogyót legtöbbször azért gyűjtjük, hogy pótoljuk a C-vitamin szükségletünket, de más hasznos anyagot beviszünk-e a szervezetünkbe, tanárnő? A C-vitaminon kívül gazdag a magnézium tartalma, ami előnyös a szervezetnek, a magnézium pótlás, és azon kívül más vitaminok is megtalálhatók benne. Ezeknek az az előnyük, hogy amikor például lekvárfőzési céljából gyűjtjük a csipkebogyót, ezek tartósabbak, mert ezek vitaminok között olyanok is vannak, amelyek vízben nem oldódnak, tehát nem bomlanak el a főzés által, és benne maradnak a lekvárba. Naponta, hogyha rendszeresen használjuk a csipkebogyót, naponta 1-2 pohárral megihatunk, az fedezi a C-vitamin forrásunkat, főleg téli időben, téli periódusban, és a magnézium szükségletet is. Hogyha helytelenül tároljuk, akkor ezek az értékes anyagok elvesznek? Elvesződnek, nem teljesen, maradnak benne még, ellenben vigyázni kell a tárolásnál, itt is, hogy száraz helyen, papír zacskóba vagy papírdobozba, és a szárításnál kell főleg vigyázni, hogy nem túl magas hőmérsékleten. A fényre érzékeny a csipkebogyó? Nem érzékeny, de általában barna üvegbe tartjuk őket, vagy pedig, hogy a papír zacskóba van, akkor úgyse kap fényt. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják, stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Ilyenkor nagy sikere van a homoktövisnek is. Hogyan gyűjtjük és mire használjuk a homoktöviset, tanárnő? A homoktövis, ez, mint a neve is mutatja, homokos területeken fordul elő. Újabban termesztik nagy mértékben. A vadon például a tengerparti homokokon nagyon fordul elő. Ilyenkor érik a sárga termése, sárga bogyószerű termése van. A gyűjtése elég nehéz, mert, mint a neve is mondja, homok tövis, tehát tövises, de úgy egyenként le lehet szedni őket. Nagyon jó, hasznos gyógynövény, nagyon gazdag A-vitaminba és karotinoidokba, pro-A-vitamin, ami például a sárgarépában is található, ami különösen erős, jó hatással van a szem, az alkalmazkodásához, tehát a sötétbe való alkalmazkodásához, vagy a szem erejéhez, és magas a C-vitamin tartalma is. A gyűjtésénél tehát óvatosan kell gyűjtsük, szokták azt, hogy letörnek ágakat, mert nem tudnak hozzáférni a tövisek miatt, de kicsi ágakat törjünk le, hogy ami pótolható lesz a következő évben. A terméseknek a feldolgozása az problémát jelent már a tövisek miatt is, ugye, mert le kell fejteni őket, megmossuk őket, és át szokták darálni, ebből nem teát készítenek, hanem inkább különböző édességtermékeket, lekvárt vagy szirupot készítenek, átdarálni legjobb paradicsom darálon keresztül, mert az a magokat visszatartja. Már a magnak a jelenléte fontos, mert a magban lévő olaj az erősítő hatású és gazdag hatóanyagba. Na most, mikor átdarálják a paradicsom daráron, akkor szokták
sziruppá feldolgozni, vagy pedig lekvárnak feldolgozni. De van egy másik mód, amikor a terméseket, a megmosott épp terméseket, miután lefejtették az ágakról, akkor mézzel keverik össze. Körülbelül egy rész terméshez két rész mézet. A mézzel való keverésnél előfordul az, hogy tárolás közben a termések feljönnek a méznek a felszínére, mivel az olajos magvak is benne vannak, és az olaj ugye könnyebb a méznél is feljön. Ilyenkor összekeverjük kávéskanállal, és reggelente, minden reggel a téli időszakban ajánlatos egy-egy kávéskanállal éhomra felvenni. Nagyon gazdag A-vitaminban, ugye sárga karotinoidokat tartalmaz. C-vitaminban is gazdag, E-vitamint tartalmaz, és mindenféleképpen a téli vitamin szegény hónapokat át lehet vészelni, és immunerősítő hatásuk is van. Tanárnő, amikor gyűjtjük ezeket a terméseket, ezeket a bogyókat, és megsérülnek, mennyi idő múlva kell feldolgozzuk, hogy még ne kezdjenek el erjedni, mert azért bizony elég könnyen erjed ez a homoktövis. A homoktövisnek az az előnye, hogy ha nem tudjuk azonnal feldolgozni, vagy pedig nem gyűjtöttünk olyan mennyiséget, amit érdemes azonnal feldolgozni, akkor tegyük be a méhfagyasztóba. A méhfagyasztóba nem bomlanak el a vitaminok. Ellenben, mikor kivesszük a méhfagyasztóból, akkor azonnal fel kell dolgozni. De a méhfagyasztóba tárolhatjuk addig, míg annyi mennyiséget találunk, amit fel tudunk dolgozni. Többféle homoktövistől beszélhetünk? Homoktövis maga a növény kétlaki növény, tehát az azt jelenti, hogy csak az egyik egyeden találhatók termések, azok mind felhasználhatók. Ami nálunk előfordul, az felhasználható. De itt is figyeljünk arra, hogy ne az út mellől gyűjtsük. Ne az út mellől, ez a veszély kevésbé áll, mert nálunk nem nagyon található, hanem termesztettől. Mostanában nálunk sokan termesztik. Például a Bözöd-Újfalusi tó környékén nagyon sok van, és ott bizony elég poros az út. Megmossuk így is, úgy is. Sokan borókát is gyűjtenek ebben a periódusban. Ez mennyire hasznos gyógyászati szempontból, tanárnő? A boróka az inkább ugye Székelyföldön, a magasabb hegyvidékeken fordul elő. A borókának is áltermése van tulajdonképpen, feketés, sötétkék, lilás színe van. A borókánál az a probléma, hogy a szúros levelek miatt nehéz a gyűjtése, és a másik probléma az, hogy egy boróka egyeden nem egyszerre érnek be a termések. Nehezen is hozzáférhetők, ezért úgy szokták gyűjteni, hogy egy egyed alá valamilyen vásznat vagy takarót helyeznek, és egy kissé ütlegelik a bokrot, illetve a cserjét. Ilyenkor nem csak az érett fekete és termések hullnak le, hanem a zöld termések is. Sokáig az volt a hiedelem, hogy a zöld termések nem használhatók fel. Ez ma már megdöntött, mert például a hatásuk, a vizelethajtó hatásuk a zöld terméseknek is megvan, de kár, hogy leessen zöld termésbe. Ami leesik a ponyvára, amit aláteretünk, akkor azt meg kell tisztítani, el kell távolítani a levelektől, meg az egyéb ágak, amik lehullottak, és akkor a termés tovább fel lehet dolgozni. Ezt feldolgozzák egyszer az élelmiszeriparba is, ugye tartósító pácolókba is, felhasználja a gyógyszeripar is illóolaj előállításban, mert a termések nagyon gazdagok illóolajba, és ez az illóolaj a teákészítésbe is érvényesül, azért, mert az illóolajtartók közvetlenül a külső héj alatt fordulnak elő. Az illóolajon kívül tartalmaz még erjeszthető cukrokat, ezért is gyűjtik a háziiparba, mert abból italt készítenek. De minket most az illóolaj rész érdekel, az illóolajnak kiváló diuretikus hatása van, vízhajtó hatása van. A vízhajtó hatásának még az az előnye, hogy nem csak a fölösleges vízmennyiséget üríti ki a szervezet, hanem a fölösleges só mennyiséget is. Tehát sóürítő és vizelethajtó hatása is van. Természetesen igyekszünk az érett terméseket feldolgozni, mert azokban magasabb az illóolajtartalom,
és az ipar is feldolgozza ilyen vizelethajtó hatása miatt. Szokták még a fa kérgét is felhasználni, de ez már csak ipari dolog. Nehéz a szárítása? Nehéz a szárítása azért, mert eléggé hamar leszakadnak a kicsi termés szárak, és akkor könnyen nedvességet kap. Ellenben magas hőmérsékleten nem szabad szárítani, mert az illóolaj elpárolog belőle. És akkor egyik termés a másikat szennyezheti a belőle kicsorduló nedvességgel. A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Ha megérik fekete, én utánlom barna kislány, ne gyere. Zöld a kökényre tetsze, ha megérik fekete, én utánlom barna kislány, ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nekem minden este páros csókot adott. Zöld a kökényre tetsze, ha megérik fekete, én utánlom barna kislány, ne gyere. Én is annak a babája vagyok, aki nékem minden este páros csókot adol. Zöld a kökényre cetsze, ha megérik fekete, én utánam barna kisjány negyel. Piros alma csüng a fán, kibabája ez a jány, kibabája ez a barna kislány. Piros alma csüng a fán, kibabája ez a lány, kibabája ez a barna kislány. Én vagyok a szeretője néki, tudja ezt az egész falu, akkor miért kérni? Piros alma csingapán, az én babám ez a jány, ez a csinos barna piros kislány. Én vagyok a szeretője néki, tudja ezt az egész falu, akkor miért kérni? Piros alma csingapán, az én babám ez a lány, ez a csinos barna piros kislány. A Kertbarátok műsorunkat hallgatják itt a Marosvásárhelyi Rádióban. Stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Az áfonyák, azok mennyire használhatóak a gyógyászatban? Azért mondom, hogy áfonyák, mert van fekete, meg van vörös áfonya is. Mindkét áfonya hasznos gyógynövény, de különböző hatásúak. A fekete áfonyának a termését gyűjtjük. Ilyenkor ősszel, nagyon gazdag antociánokban, ezek a festék anyagokban, amik adják a színét. Kiválóak szembetegségek gyógyítására, például azoknak, akiknek a cukorbajuk miatt a szemmel problémájuk van, vagy pedig azoknak, akik különböző mesterséges fényekbe dolgoznak, és akkor a szemnek az érzékenységét, a sötét és a világos fény váltakozását nem nagyon bírja a szem. Azon kívül, hogy a termésébe ezek a festékanyagok, antociánok nagyon hasznosak, a leveleket is szokták gyűjteni, a leveleknek egész más hatásuk van, mint a terméseknek. Nem úgy, mint az említett galagonyánál, ahol ugyanaz a hatás van a levélnél és a virágnál. Lássuk egyszer a terméseket. Tehát a termések az antocián tartalmuk miatt van. Itt is a tejával való felhasználásnál, a gyűjtésnél arra kell vigyázni, hogy kicsi gyümölcs szárral gyűjtsük együtt, mert különben ez nagyon nedvdús, ugye? És akkor, hogyha ottan megszakad a szál, kifolyik belőle a lév, egyik a másikat összeragasztva, könnyen megpenészedik. Tejának, hogyha gyűjtjük, akkor szárítani a legjobb egy olyan szárítás, kereten, ahol nagyon vékony rétegbe található, gyorsan megszáradjon. Élelmezési célra is fel lehet használni, mert ezek az antociánok, amiknek gyógyhatásuk van, ezek megmaradnak a lekvárfőzés idején is. És a
gyógyszeripar is felhasználja különböző készítményeik előállítására. A leveleket, azokat külön szokták gyűjteni korábban egy kicsit, a leveleknek pedig szintén gyógyteáknak a fogyasztására használják fel, főleg azért használják fel, mert a cukorbajosoknál a vércukor szintet csökkenti, tehát más tulajdonsággal bírnak. A termések a festékanyagok kívül még A-vitamint tartalmaz, ami szintén a szembetegségekbe előnyös, mert az éleslátást fokozza. Ugyanakkor vízszereknek a gyógyításába is fel lehet használni. Akkor érelmeszesedésbe is előnyös. Nagyon sokféle jó hatása van. A hajszálereknek a rugalmasságát fokozza. Enyhe hasmenés gátló hatása is van. Ezért mondjuk, akinél gyakori a erős széklet, azok kevesebbet kell használjanak, mert a székletnek a szilárdságát növeli. Itt van egy jó történetem, ezt el szoktam mondani mindig, mert egyszer a gyímesekben jártam, és mesélte az egyik gazda, aki lekvárt készített a fekete áfonyából, hogy nem akarták venni. És akkor jött egy merész ötlete, és ráírta a címkére, hogy gyakorfosás ellenes jó, ezt így egybe, és egy magyarországi csoport fedezte fel, és megvették az egész készletet. Tehát mit nem tesz, hogyha egy jó szöveggel adjuk el a terméket? Igen, máskülönben magyarországi turisták szívesen veszik még a belőle készített áfonya pálinkát is, mert ott náluk nincs lehetőség erre. Tanárnő, a fekete áfonyából készül a dzsem, de a vörösből készítünk? A vörösből inkább savanyúságot szoktak, a termésből, a vörös áfonya terméséből inkább savanyúságnak szokták használni. Nem nagyon lekvárnak, mert kicsit olyan fanyar és savanyú íze van. A vörös áfonyánál inkább a leveleket gyűjtik. Vörös áfonya levele és a fekete áfonya levele nagyon különbözik egymástól. Nem lehet összetéveszteni. A fekete áfonyának a levele vékony, és a széle fűrészes, a vörös áfonyának a levele bőrnemű és épszélű. Na most a vörös áfonyának a levelének kiváló hatása van, méghozzá húgyhajtó hatása van, de vesekő betegeknek ajánlott, azért, mert nem csak, hogy elősegíti a vesekő vagy húgykőnek az eltávolodását, hanem a körülötte a levelekben levő hatóanyag, amit arbutinnak nevezünk, az egy ilyen védő kolloidot képez, és ezáltal, amikor eltávolodik a húgycsőn keresztül a kő, akkor nem sérti fel annak a falát, tehát az az ellenyös. A teakészítés teljesen más a fekete áfonya levelinél, mint a vörös áfonyánál. Mivel a vörös áfonyának a levele bőrnemű, ezért mikor megszárítottuk, akkor vagy frissen, vagy szárítás után fel kell darabolni, illetve elmorzsolni, és a tejáját főzni kell, míg a fekete áfonyának inkább forrázzuk a tejáját, mert vékonyak a levelek. Itt azért kell főzni a vörös áfonyának a levelét, mert bőrnemű, ki kell oldódjon belőle a hatóanyag. Nagyon hasznos árbutin, de a fekete áfonya levelében nincsen árbutin, tehát az nem használható ilyen célokra. A tárolásnál valami különbség van-e? A terméseknek a felépítése az azonos, tehát azonos körülmények között eléggé hőállóak. Hamar megszáradnak, nagyságuknál fogva is kicsi, apró, főleg a fekete. A vörös áfonyánál még azt szeretném elmondani, hogy azon kívül, hogy savanyúságnak is használják, a szeszes kivonatot szokták használni bőrgombásodás esetén is. Ilyenkor úgy csinálják, hogy a teljesen érett terméseket, a piros terméseket beáztatják kék szeszbe. Több napig hagyják állni ottan, annyi szeszbe, hogy elfedje a terméseket, és azután a szeszt leöntik
a termésekről, és bekenik azt a testrészt, ahol bőrgomba terjedt el. Kiváló hatása van. Többször kell használni, tehát nem, hogy egyszer bekenem és el kell, hanem huzamosabb ideig. Egy kicsit az a kellemetlensége, ugye, hogy piros színű lesz, de megéri, mert meggyógyul belőle. Ezt vásárhelyen annak idején a bőrgyógyászati klinikán nagy mértékben használták. Néhány helyen találkozom olyannal, hogy a fekete nadály tőből is teát készítenek. Ez mennyire jó, vagy mennyire rossz dolog, tanárnő? A fekete nadály tőnek főleg a gyökerét lehet felhasználni. A gyökeret ilyenkor ősszel ássák ki, azért nevezik fekete nadálytőnek, mert kívül a gyökér fekete, belül pedig fehér. Mikor kiássák, gyorsan meg kell mosni, és utána pedig hosszába felhasítják, hogy jobban tudjon kiszáradni. Akkor van megszáradva jól, hogyha törés alkalmával pattanva törik. Tehát úgy hallatszik, hogy pattog egyet a törés. Teját nem készítünk, illetve nem javasoljuk a teja készítés belsőleg, azért, mert pirolizidén alkaloidákat tartalmaz, és azok májkárosító hatásúak. Ettől eltekintve nagyon jó hatása van a gyökérnek külsőleges alkalmazásnál. Külsőleges alkalmazáskor vagy azt szokták, hogy a gyökeret elporítják, vagy pedig apróra elvagdalják, gézzacskóba bekötik, és akkor áztatják vízbe. Úgy. És az a hatóanyagokon kívül nyálkaanyagot is tartalmaz, az megduzzad ebbe a gézzacskóba bekötve, és ezt zúzódásokra, bokaficamra, sebre, vízérgyulladásra mind külsőleg lehet használni. Tehát nagyon hasznos, de nem belsőleg. Belsőleg nem ajánljuk. Bár igen, én is találkoztam olyan helyekkel, ahol tejának is fogyasztották, abból az elgondolásból kiindulva, hogy ugye gyulladás csökkentő külsőleg, és akkor esetleg a gyomorfekét is gyógyítja. Lehet, hogy gyógyítja, mert megvan ez a tulajdonsága a gyökérnek, ellenben amellett az alkaloidák károsítják a májat. Találunk olyan gyógynövényeket, amelyek a gyomorfekét gyógyítják, anélkül, hogy ezeket az alkaloidákat tartanak. Krémet készíthetünk-e, gyógykrémeket a fekete nadálytőből? Igen, szintén külsőleges használatra ugye használják, vagy szeszes kivonatba is használják, akármilyen krémbe bedolgozható, mert a fő hatóanyag az alantoin, amely kiváló gyulladás csökkentő. Ezért szokták ilyen körömágygyulladásba is, és zúzódás, ficamoknak, véraláfutásoknál lehet használni. Vannak olyan gyógyszertárak, ahol még készítenek magisztrális recepteket, vásárhelyen is, és ezek a gyógyszertárba be tudják dolgozni olyan kenőcs alapanyagba, amely a felszívódást elősegíti. De vidéken is találkozok olyan javasasszonyoknak, nevezzük olyan asszonyokkal, akik szeretnek így kutyulni.
ők házilag készíthetnek ebből krémet? Szoktak disznózsírba. A disznózsírba elkeverik, az hamar felszívódik, csak ugye kellemetlen az állománya a disznózsírosnak, de használható. Pont úgy, mint hogyha akármilyen kenős alapanyagba bedolgozzák. Sárgát virágzik a vence, rajtam van a világ neve. Száradjon el a vence leve, hely csak legyen rajtam a világ neve. Száradjon el a vence leve, hely csak legyen rajtam a világ neve. A szilva ne járj, én utánam sírva, mert én olyan büszke lány vagyok, hely csak a cifra szűrhöz maradok. Mert én olyan büszke lány vagyok, hely csak a cifra szűrhöz maradok. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorát hallgatják. A következő percekben néhány tennivaló, amire szeptember közepén érdemes odafigyelni. Ha a nyár folyamán nem vágtunk le minden elhervadt virágot, akkor most gazdag magtermést gyűjthetünk be, például a pillangóvirágról, kleoméról, katicavirágról, körömvirágról, büdöskéről, napraforgóról, valamint a díszdohányról. Mivel a szél elfújhatja a virágmagvakat, ennek megakadályozása érdekében kössünk pergamentasakokat vagy gyapott szövetet a tokok és hüvelyek köré. A magvakat úgy tisztíthatjuk meg a legkönnyebben, ha rászórjuk egy fehér ívpapírra, majd óvatosan kifújjuk a szemetet a magvak közül. Megbízhatóan feliratozott papírtasakokban tárolhatjuk a magvakat hűvös, szellős helyen. Annak ellenére, hogy szezonvirágként forgalmazzák, sok cserepes növény többéves és teleltetni lehet. Könnyen teleltethető például a muskátli, a fuchsia, a felicia, a küllőrojt, valamint a virágcsalán, ha plusz 5-től plusz 12 Celsius fokig terjedő hőmérsékleten tartjuk. Az ecetfa levelei ősszel ragyogó narancsvörösben tündökölnek, a festői nagybokor hajlamos föld alatti gyökérsargyakat növeszteni, és ezek akár 8 méterre is eltávolodhatnak. Ha a gyökeret véletlenül megsértjük az ásóval, a cserje elterpeszkedik a kertben. Ennek megelőzése érdekében az ecetfát ültetéskor vegyük körül műanyag símből készített gyökérgáttal, de választhatjuk az időközben kinevelt újfajtát is, amely nem növeszt gyökérsarjakat. Az üres agyagcserepeket takarítsuk meg, mielőtt elraktároznánk, így eltávolíthatjuk a betegséghordozó csírákat és a kártevőket. A növények eltávolítása után sokkal könnyebb a tisztítás, mint tavasszal, amikor minden rászáradt. Általában elég, ha a cserepeket forró mosószeres vízben drótkefével lesúroljuk. Mészlerakódás ellen használjunk ecetes vizet, vagy hideg, ecetes sósoldatot. Nagyon makacs alga lerakódás ellen bevált a magas alkoholtartalmú oldat. Késő nyárra sok gyepfelület kimerül, ilyenkor hasznos lehet a speciális őszi gyeptrágya alkalmazása. Ez sok káliumot és vasat, kevés nitrogén tartalmaz, de nincsen benne foszfát. Növeli a növény sejtjeinek szilárdságát, valamint serkenti a zöldszín biztosító klorofil képződését, ezáltal a fűszálak kevésbé lesznek érzékenyek a fagyra és a betegségekkel szemben. A frissen ültetett növények nem csak állandó talajnedvességet igényelnek, hanem magas páratartalmú levegőt is, ezért ajánlott az esti öntözés során a koronájukat is bepermetezni vízzel. Ha az új örökzöld jövevények teljes napsütésben állnak, akadályozzuk meg árnyékoló hálóval a párolgás miatt bekövetkező nagy vízveszteséget. Szokatlan, de sokat ígérő eljárás az egyéves nyári virágok szeptemberi elvetése.
Enyhetelű vidékeken már áprilistól gyönyörködhetünk a körömvirág, búzavirág, konkoly, kakukkmák vagy az egyéves szarkaláb szépségében. Számítani kell arra, hogy a magok egy része elpusztul, ezért sűrűbben kell vetni, mint tavasszal. A fagy beálltakor a felületet le kell takarni fenyőgallyal. Zordabb éghajlaton ez a módszer nem válik be. Úgy a szabadtéri ágyásba, mint cserébe most az ideje a tavaszi hagymás virágok elültetésének. Alkalmazzuk a szendvics technikát, hogy minél dúsabb legyen majd a növényzet. A hagymákat válogassuk ki fajtánként, és ültessük el őket több rétegben, mindegyiket a növénynek megfelelő mélységben. Az évelők számára a kezdő feltételek kora ősszel optimálisak, a talaj ilyenkor még jó meleg, és a gyakoribb csapadéknak köszönhetően ismét elég nedves. Mielőtt elkezdenénk az ültetést a nehéz agyagos földbe, dolgozzunk bele homokot, a könnyű homokos földet pedig komposztfölddel gazdagítsuk. Az évelő növények gyökérlabdáját állítsuk egy veder vízbe, és addig hagyjuk ázni, amíg nem száll fel több levegő buborék. A növényt ugyanolyan mélyen helyezzük a földbe, mint ahogy azelőtt a cserében állt. Október elejéig ültethetjük a szakállas nőszirmót, tavaszi ültetés esetén csak gyengén vagy egyáltalán nem fog virágozni. A rizomát vízszintesen kell a földbe helyezni, és csak egészen vékonyan szabad betakarni. Az irisz a pangóvizet nem tűri, ezért az agyagos talajba dolgozzunk bele homokot. Érdemes a növényt egy kis dombra ültetni, hogy az esővíz jobban le tudjon folyni. A kakukkfű szeptemberben másodszor is ellát levelekkel. A növényt ezúttal vágjuk vissza félmagasságig. Legjobb időpont a késő délelőtt. Az ágakat kötözzük kis csokrokba, és levegős, félárnyékos, esőtől védett helyen felakasztva hagyjuk megszáradni. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Péter Mária egyetemi előadó tanárnak. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam egy pár őszi termésről és gyökérről a hasznos tanácsokat. Műsorunkkal legközelebb szeptember 23-án jelentkezünk, akkor Putnoki Csicso Barna kézdivásárhelyi kertészmérnök lesz a vendégünk, és a növényvédelmi munkálatok mellett az időszerű tennivalókról is beszélgetünk. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben. Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek. Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Székelyvarságról hallhatnak, perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. Műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
maring, szagos a rozmaring, lehajlik az ár. Gyere kis angyalom, gyere kis angyalom, élj az árnyékába. Nem élem, nem élem, rozmaring árnyéka, legalapom összetörik gomán, a fehér mosolytom rám, nem ver az éles anya. Nem élem, nem élem, rozmaring árnyéka, legalapom összetörik gomán, a fehér mosolytom rám, nem ver az éles anya. Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring, lehajlik az ár. Gyere kis angyalom, gyere kis angyalom, menjünk el a párba. Nem legyen, nem legyen, én te félek, ha már magalatom, nem engem az anyám. Azt mondja az anyám, négy antal, négy aján. Nem legyen, nem legyen, én te félek, ha már magalatom, nem engem az anyám. Azt mondja az anyám, négy antal, négy aján. Magam is megházasodom. Járjon áron, én is járom, itt a kendőm vedd el. Ferdi engyen táncba, vélem messze van, még a reggel a reggel. Ferdi engyen táncba, vélem messze van, még a reggel a reggel. Ennyi milyen sokadalom, talán bizony lakodalom. Szólan oda, reggel oda, gyere áron kifel. Ferdi engyen táncba, vélem messze van, még a reggel a reggel. Ferdi engyen Verdi egyet tart, a vélem messze van, még a reggel, a reggel. Verdi egyet tart.